itt az F4 objektum, ugye ez a hivatalos elnevezése, de a köznyelvben mindenki csak Rákosi bunkerként ismeri ezt a helyet. Így van, ez egy atombunker, amit 1952-ben, amikor a 2-es metrót építették, akkor Rákosi építetett azért, hogy az esetleges atomtámadás elől a párt legfontosabb tagjait, illetve nyilván saját magát meg tudja óvni. Ez egy különleges alkalom és egy különleges lehetőség, hogy ide belépési engedélyt kaptunk.